Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a János apostol első levele, 5. rész 12. verséből szól hozzánk Isten igéje. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ma figyeljünk arra igény kapcsán, hogy akié a fiú, azé az élet, de akié a fiú, az nem csak benne nyert életet, hanem ez az élet áradni fog belőle. Egyik kedves énekünk is ezt mondja erről, árad az élet belőled, kútfeje lesz a szíved. Ez a csodája ennek az új életnek, hogy elkezd áradni belőlünk, tovább árad, amiképpen a virágból az illat. Ezért olyan fontos tudni ezt minden hívő embernek, mert ezt várja tőlünk a világ, hogy áradjon belőlünk Krisztus szeretete. Mire vár a világ Isten igéje szerint? Az Isten fiai megjelenésére. De ki Isten gyermeke? Aki befogadja Jézust, akié az élet, és ennek kell áradni belőlünk. Hadd kívánjam ezt minden televízió nézőnek, hogy áradjon belőlünk a szeretet, a Krisztus jó illata. Meglátogattam két beteget, mind a ketten idősek voltak, de a kettőjük között óriási különbség volt. Mind a két betegágynál idéztem a Szentírásból, beszéltem Jézus Krisztusról és imádkoztam. Az egyik mindig azt ismételgette, szomorú arccal, szomorú szívvel, jaj, hát meg kell halni, itt kell hagyni mindent. Szomorú szívvel hagytam ott, mert nemigen volt hajlandó ezen változtatni. Míg a másik betegnél, ahol ugyancsak látszott az, hogy emberi szempontból ítélve nem sok van hátra, mégis ragyogó arccal, csillogó szemekkel mondta, nem sokára az Úrnál leszek. Meglátom őt színről színre. Milyen nagyszerű, hazamegyek. A kettő között óriási különbség volt. Ezt jelenti az, akié a fiú, azé az élet. Az egyikből áradt a keserűség, sajnálta itt hagyni ezt a földi világot, a másikból áradt az élet, áradt Krisztus jó illata. A meggyőződés, hogy Isten szent fiában, ő érette, örök életem van, mert a feltámadt Jézus Krisztus felment a mennybe, előre ment, hogy minden benne hívő számára helyet készítsen. Adja az Úr, hogy megismerve, befogadva Jézus Krisztust, áradjon rajtunk keresztül az ő szeretete, az ő élete mások felé, hogy megkívánják az emberek életünket látva a Krisztus követés nagyszerűségét. Amen.